Üdvözlöm Önöket, én Kiszeli Zoltán vagyok, a századvég politikai elemzések központjának igazgatója, a jól értesült optimista, műsorunk negyedik számát látják, ismét Budapestről. Szokás szerint a front helyzettel kezdjük a műsort. A front Bachmutnál továbbra is 1750 kilométerre van, a front továbbra is stagnál, az oroszok nem tudtak áttörni. Ha megnézzük az első térképünket, akkor azt látjuk, hogy a fronthelyzet annyiban módosult, hogy az oroszok az elmúlt hónapokban látható lassú. Előretörésüket folytatják, most a városközpontban zajlanak a harcok, a területi nyereség az továbbra is inkább kicsi, és hát azt is látjuk, hogy a Wagner csoport most már kevesebb kritikát gyakorol a hadsereggel szemben, és inkább arra fókuszál, hogy az általa elért eredményeket a közösségi médiában kommunikálja. Tehát valamilyen hatalmi szóval talán rendezték a viszonyokat, de hát Bachmuttól délre, nagyjából 60 km-nél, pedig Sojgu orosz honvédelmi miniszter által támogatott zsoldos hadsereg az, amely szépen csendben szintén tör előre, és egyfajta versenyt látunk most már a Wagner csoport, a reguláris orosz hadsereg és az egyéb ilyen zsoldos csapatok között, tehát délen az látszik, hogy ott is egy ilyen nagy felőrlő csata alakul ki, és ott a másik zsoldos csapat, amely ott is megpróbál sikereket elérni, felmutatni miért fontosak ezek a felőrlő csaták? A korábbi műsorokban is utaltam arra, hogy ez nagyon emlékeztet engem a Stalingrádi csatára. És hogyha megnézzük a Stalingrádi csatának a térképét, akkor itt ugye az volt Hitlernek a célja, hogy a volgánál csak elvágják az oroszok utánpótlás szállítását, főként az olajszállításokat, amelyek délről mentek északra, és egy másik csapással pedig elfoglalják a kaukázusi olajmezőket. Ezért osztották ketté a hadsereget, az egyik támadta Stalingrádot, és a másik a kaukázusi olajmezőket volt hivatott elfoglalni. hogy a háború folytatásához akkor olajra volt szükség. Ezzel megosztotta az erőket, és abban reménykedett, hogy a Blitzkrieg stratégiával mind a két hadsereg sikeres lesz. Ez azért fontos, mert a Volgát elérték a német csapatok, és a várost nem is akarták elfoglalni, ez nem is volt parancs, de idővel egy felörlő csatává változott. Hitler megváltoztatta a parancsát, már nem a volgán való teherforgalom elvágása volt a fő cél, hanem a város elfoglalása, és idővel a kaukázusi frontra szánt utánpótlást, illetve a más front szánt utánpótlást is 42. szeptembere és novembere között már Stalingrádba irányították. Látszik, hogy milyen nagy területet kellett a németeknek lefednie, és hogy az erőiket eleve megosztották, másfelől viszont egy helyre rakták. Ugye a népi mondás is azt mondja, hogy a gazda ne rakja az összes tojást egy kosárba, hogyha a piacra megy, nehogy az összes eltörjön. Ezért itt ennek a csatának a megismétlődését vélem felfedezni. Tehát azt látjuk, hogy most az 1300 kilométeres fronton úgy tűnik, hogy az oroszok is, és az ukránok is Bakhmutot választották ki ennek a felőrlő csatának a színhelyéül, mint ahogy 1942-ben, bő 80 évvel ezelőtt az akkori németek és szovjetek Stalingrádot, nyilván szimbolikus a város neve, a Száricint át keresztelték Stalingráddá, és ezért ennek egy szimbolikus jelentősége volt. Ez Bakhmutnál is megjelent, hiszen az ukrán katonai vezetés föl akarta adni a várost, Zelenszky elnök ragaszkodott ahhoz, hogy ezt tartsák meg, ettől lett a városnak egy szimbolikus jelentősége. A felörlő háborúra való áttérés nagyon sok áldozattal jár. Ugye orosz részről látjuk azokat a képeket, amikor az első világháborúhoz hasonló rohamokat intéztek az ukrán állások ellen, és ilyen killing filcek, ilyen halálmezők, halálzónák alakultak ki, ahol több tucat, hanem több száz orosz katona holteste hevet, borzasztó képek, az ember nem gondolná, hogy a 21 században a száz évvel korábbi hadviselési mód ismétlődik meg, bár nyilván azt is hozzá kell tenni, a számokból most már tudjuk, hogy a Wagner csoport nagyjából 50 ezer fegyencet, börtöntölteléket tudott toborozni. Ezekből 5000-en élték túl a féléves éves frontszolgálatot, és nagyjából ez az 5000 ember, tehát 10% az, ami visszatérhet a rendes életbe, már amennyire képesek erre, tehát ők elnöki kegyelmet fognak kapni, 6 hónap után, ha leszolgálták, akkor mehetnek vissza a civil életbe. Ezzel persze azt is elmondjuk, hogy felszabadult hely az orosz börtönökben. Ennek még lesz jelentősége a műsor későbbi részében. Viszont akkor szeretném idézni a Deutsche welle egy riportját, amely Bakmutban készült nem olyan régen, és azt mutatja be, hogy milyen a helyzet a fronton. Tehát az orosz veszteségekről viszonylag széles képet kapunk, jól elmondják a nyugati elemzők, látjuk a brit védelmi minisztériumnak a jelentését, ami a brit tudósoknak a véleményét hivatott most képviselni, vagy átvenni, hogy amit a COVID-nál is annyira megbízhatónak bizonyultak. Hát ilyen szempontból ez a Deutsche tudósítás a frontvonalról szól, és ott egy taxis hívójelű ukrán katonával készítettek egy riportot, amelyben ez a taxis hívó nevű ukrán katona elmondja, hogy több tízezer ukrán katona halt meg, és akikkel este még cigizett, vagy, vagy viccelődött, ivott egy, egy sört, vagy egy vodkát, hogy azok másnap már el meghaltak. Hát ilyen szempontból nagyon fontos azt látni, hogy ez a felőrülő csata, ez mind a két oldal az erőforrásait kiszívja, felörli, szó szerint ez is a célja, hogy az a kérdés kibírja tovább. De az ukránoknál ez azért fontos, mert Ukrajna egy sikerkényszer alatt van, nekik minden áron eredményt kell feltüntetniük, elérniük, valamit le kell tenniük az asztalra. Az, hogy Bakhmutot tartják, ez tényleg egy hősies eredmény, hiszen az oroszok nagyon sok erőt vetettek be ennek a településnek az elfoglalására, át akarják törni a védelmi vonalakat, bár Időközben mögötte több ukrán védelmi vonal is kiépült. Miért vannak az ukránok sikerkényszer alatt? ennek leginkább az időség adja meg a magyarázatát. Ugye, ha megnézzük az előttünk álló ismerhető eseményeket, akkor azt látjuk, hogy jövő márciusban lesz orosz elnökválasztás. Ez azt jelenti, hogy Putyin elnök feltehetően az elnökválasztás után, ha addig nem sikerül valamilyen érdemi győzelmet vagy áttörést elérnie, az oroszok szerint különleges katonai műveletet akár háborúvá is minősítheti, ezáltal az egész orosz társadalomnak az erőforrásait ebbe a háborúba a nyugattal, főként a proxy háborúnak a másik szereplőjével, az USA-val, annak erőforrásaival szembeni háborút kimondhatja, ezáltal nyilván sokkal több erőforrás tud mozgósítani. A másik ilyen szempont az amerikai elnökválasztás, ami jövő novemberben lesz. Köztelen még egy tájvani elnökválasztás is, ott sem mindegy, hogy ki lesz a tájvani elnök, hiszen ugye a kínai-tájvani konfliktust ez élesítheti. Tehát ezek a politikai események, amelyek befolyásolhatják ezt a háborút, illetve hát a jövő májusi európai parlamenti választás, ahol ugyanúgy, ahogy 19-ben a migráció lett volna a fő téma, csak hát előhúzták a kicsi Cuki Greta Thunberget, aki már 18 augusztusától elindította a klímasztrájkját, hogy a klímaszorongással áttematizálja a 19-es választást, ezt Nyugat-Európa nagy részében meg is tette, így nem a bevándorlás, a migráció, a kötelező betelepítési kvóta, hanem a klímaszorongás lett nyugaton az egyik fő téma, plusz az Ibiza -bot amit szintén úgy időzítettek egészen véletlenül az úgynevezett oknyomozó újságírók, hogy ezzel a német nyelvterületen bedöntsék az akkor esélyes bevándorlás ellenes pártokat. Tehát persze itt is elképzelhető, hogy a szankciós fáradtság ellen valamilyen új trükköt találnak ki, akár egy újabb klímaszorongás, vagy valamit, hogy ne a, a szankciók által okozott veszteségekről, gazdasági hanyatlásról, vagy például a növekvő terhekről beszéljenek a nyugat-európai pártok, hanem valami másról. Ugye ezt látjuk egyébként ennek a szankciós fáradtságnak az előszelét például Finnországban, ahol a háború párti miniszterelnök pártja csak harmadik lett, pontosan azért, mert a szankciók, illetve a, háború által okozott feszültség miatt a finnek többsége úgy gondolja, hogy valamilyen finom hangolásra van szükség. Nyilván a történelmi tapasztalatukból, az Oroszországhoz való közelségből ott más, hogy állnak a háború kérdéséhez, de a háború gazdasági következményeinek a viselése már nem annyira fűlik a, a, a finneknek. Itt egyébként Mikszád Kálmán az, aki örökbecsű mondatával jellemezheti a helyzetet, miszerint tüzön-vizen át követik a pártvezért, de nem étlen-szomjan, vagy kenyéren és vizen, tehát azt látjuk, hogy a finnek nyilván támogatják az ukránok háborúját, de feltehetően nem a saját életszínvonaluk rovására. És hát hasonlót hallhatunk a cseh miniszterelnöktől, aki szerint hogy a cseh társadalomban a támogatás már nem biztos, hogy olyan erős. A szlovák elnök asszony is hasonlót mondott. Nyilván, ahol választás lesz, mint Szlovákiában, ott próbálják ezzel a lakosságot egy kicsit altatni, hogy van esély a változásra. Visszatérve az ukránokhoz. Tehát miért fontos nekik, hogy sikert érjenek el? Azt látjuk, hogy Bakhmutnál az ukránok nagyon sok katonát vesztettek, egyes becslések szerint akár 80 ezer katonát is veszthettek ebben a csatában, ami az egymilliós ukrán hadseregből nagyon komoly mennyiség, és hát azt is látjuk, hogy azért a pótlásuk nem biztos, hogy biztosított. Már a korábbi műsorokban is utaltam az amerikai védelmi miniszter azon mondatára, hogy nem azért képzik ki az ukránokat, és nem azért küldenek fegyvereket, hogy az Bakhmutban eltüzeljék, hanem azért, hogy az ellentámadásra összpontosítsanak. Tehát azért is fontos az ukránoknak ez az ellentámadása, és muszáj, hogy valamilyen sikert érjenek el, ezért is küldenek a nyugatiak tankokat, bár nem annyit, mint amennyit az ukránok kérnek, és azért is kérnek az ukránok egyre több fegyvert, hogy, és egyre modernebb nyugati fegyvereket, hogy ez az ellenoffenzíva minél jobban sikerüljön. Itt egy csapda helyzetben vannak, ugye, hogyha most átadott fegyverekkel támadnak, akkor elérhetnek sikereket, csak kérdés, hogy meg tudják-e tartani. Ha meg várnak, míg még több nyugati fegyver érkezik, akkor meg az oroszok tudnak még több védelmi állást felépíteni. Már látjuk, hogy a Krim félszigeten is az oroszok mélységi védelemre rendelkeznek be. A műholdas képek azt mutatják, hogy akár már a Krim közepén is vannak olyan orosz védelmi állások, amelyek egy ukrán áttörést hivatottak feltartóztatni. Tehát az ukránoknak nagyon nagy eredményt kell felmutatniuk. Miért? És hát itt térünk rá a politikai szempontok mellett a katonai szempontokra. Most volt nem olyan régen, az amerikai szenátusban a költségvetési vita, és az amerikai vezérkari főnök, ő is megjelent ebben a, a, ezen a meghallgatáson, és hát a következőt mondta, itt tudunk is ezzel kapcsolatosan egy újságcikket mutatni, hogyha Oroszország nyer, akkor az amerikai védelmi költségvetést meg kell duplázni. Ha megnézzük, most azért lobbiznak, hogy 840 milliárd dollárnyi védelmi költségvetést fogadjanak el. Ez minden idők legmagasabb amerikai védelmi költségvetése, de már ilyenek voltak a korábbiak is. Tehát a nézők emlékeznek rá, erről már beszéltem, hogy az angoloknak volt az a logikája, hogy a brit flotta olyan erős legyen, mint a három után a következő, ezt nem tudták tartani, ezért kellett a kiegyezés a franciákkal, ez volt az Antant kordiál a németek ellen. Ez volt az angoloknak a logikája. És hát ugye az amerikaiak ezt úgy fordították le a saját helyzetükre, hogy az amerikai védelmi költségvetés akkora legyen, mint a tíz utána következő országi együtt. Ezt nagyon sokáig tudták tartani, ez még most is így van. Tehát a hivatalos költségvetést nézve, mondjuk az orosz az ilyen 60 milliárd, a kínai az 240 milliárd dollár, tehát ilyen szempontból az amerikai a 840 milliárd dollárukkal tényleg vezetők és a leghatalmas hadsereget tartják fenn, amely a világon 800 támaszponttal rendelkezik. Tehát ez ez, 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 továbbra is egy hatalmas haderő, egy világhatalomhoz méltó költségvetés. És hát ugye erről már beszéltem, az inflációcsökkentési amerikai törvény mellett elfogadták a chip törvényt is, ami arról szól, hogy Amerika annyi pénzt akar a félvezetők gyártásába tolni, mint az utána következő három vagy négy nagy hatalom összesen. Hát ebből kevesebb ilyen ország van, hát nyilván leginkább Tajván az, amely a gyártásban vezető, de hát ide számít nyilván Dél-Korea, Japán, és valamelyes lemaradással Kína. Vannak még további országok is, de ez a négy-öt fő chipgyártó ország van. És az amerikaiak itt ugyanezt a logikát akarják érvényesíteni, hogy az amerikai csipgyártásra szánt pénz az legalább annyi legyen, mint ennek a négy-öt érdemi vetétásnak a költségvetése összesen. Tehát ez az amerikai védelmi költségvetés, és hogyha az oroszok nyernek, vagy az ukránok vesztenek, akkor nem 840 milliárd, lenne szükség, hanem 1600 milliárd dollárra belátható időn belül úgy, hogy közben a dollárnak a világvezető szerepét egyre több kihívás éri. A BRICS országok nemrég fogadtak el olyan határozatot, hogy az egymás közti kereskedelemben áttérnek egyre nagyobb arányban a dollárról más valutákra. Erről szólt egyébként a Mozgás a digitális dollár versus Petrojuán című írásom két héttel ezelőtt, és hát azt is látjuk, hogy az elszámolást is a SWIFT kikerülésével akarják meg ezzel megfosztva az amerikaiakat a blokádoktól, vagy a vagyonok befagyasztásától, és azzal, hogy az orosz nemzeti bank külföldön lévő devizatartalékát az amerikaiak befagyasztották, ezzel azt mutatták a többi országnak, hogy nem érdemes, vagy csak kisebb részben érdemes nyugati bankokban és államkötvényekben tartani a megtakarításaikat, mert azokat bármikor befagyaszthatják. Tehát azt látjuk, hogy az ukrán offenzívának azért is kell igyekezni, azért kell az oroszokat minél nagyobb mértékben gyengítenie, hogy ne győzhessenek az oroszok, és Amerikának belátható időn belül ne kelljen megduplázni a, védelmi költségvetését, ezt még nagyobb államadósággal tudnák csak elérni. Van egy másik hírünk is, ez kicsit régebbi, egy hónappal ezelőtti, ez arról szól, hogy Kína nagyon 7 százalékkal növeli a védelmi költségvetését, ennek ugye szintén az a jelentősége, hogy a tájvani elnökválasztás után erősödhet a konfliktus, és Kína erre fel akar készülni, illetve az ukrán-orosz háborúban a kínaiak is nagyon figyelnek. Ugye látszik, hogy a drónhadviselés például mennyire átforgatja, megváltoztatja a katonai gondolkodást. Főként az egyébként, amikor azt látjuk, hogy tényleg ilyen pár ezer dolláros drónok támadnak, és mondjuk több tízezer dolláros rakétákkal szedik le Ezeket a mondjuk 10.000 dolláros drónokat, illetve hogy egy drón meg tud semmisíteni egy több millió dolláros katonai eszközt, nem beszélve a civil kritikus infrastruktúráról, az erőművekről. Egy saját cikkemet szeretném a nézők figyelmébe ajánlani. A háborúhoz kapcsolódik, azért is kéne az ukránoknak nyernie, mert az oroszok a hírek szerint egy olyan csodafegyvert fognak alkalmazni, amivel akár örökké tudnak háborúzni, idézőjelben az örökké. Miről van szó? A digitális mozgósításról. A kínai szociális pontrendszert vennék át az oroszok. Hírek szerint ennek a kidolgozása már elkezdődött. Kínában ez ugye úgy működik, hogy mindenki mondjuk 100 pontról indul, és attól függ, hogy hogyan viselkedik valaki. Úgy többletpontokat kap, vagy büntetőpontokat kap, mint egy társas játékban. Magyarul, hogyha a pirosnál átmegy, és az arcfelismerő rendszer felismeri az arcát, akkor büntetőpontokat kap, ha rendszerkritikus, akkor akkor büntetőpontokat kap, ha a párttag, vagy megosztja a C-chipping beszédeit, akkor ugye pluszpontokat kap, ha pedig mondjuk rendszerkritikus viselkedik, akkor meg levonnak tőle pontokat. És hát egy idő után, ha valaki túl sok mínuszpontot gyűjt össze, akkor egy átnevelő táborba kerül, ahol ideológiailag megdolgozik, ilyen párt szövegeket kell olvasnia, ha pedig nagyon rosszul viselkedik, akkor munkatáborba zárják. Ezt ott szakképzési központnak hívják egyébként. Tehát ez a kínai rendszer, és hát egy bizonyos pontszám fölött lehet gyors vonatra szállni, más városokba venni, utazni, vagy nagyvárosokban lakást venni, vagy mondjuk külföldre utazni. Tehát csak azok utazhatnak külföldre, akik egy bizonyos pont fölött vannak. Az oroszok ezt úgy módosítanák, hogy lehetőleg a kritikus infrastruktúra struktúrában dolgozókat védjék, már most is, akinek három gyereke van, azt nem hívják be a frontra. Kicsit ez olyan, mint a Ryan közlegény megmentése, ahol ugye Ryan maradt egyedüliként férfi a családjában, ugye a testvérei meghaltak, és ezért kellett őt kihozni a, frontról, hogy, hogy az a vérvonal megmaradjon. A németeknél is volt ilyen egyébként, hogy a, aki például örökölte a, gazdaságot, a, farmot, azt, 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 ugye nem vitték el katonának, hogy, hogy valaki vigye tovább a gazdaságot. Hát az oroszok is, ami hasonlóban gondolkodnak, összekötik az adatokat, nyilván például az ellenzéki szavazók köréből jobban lehet bevonni katon embereket katonának, a bűnözőket, gyorshajtókat, más embereket be lehet jobban vonni, illetve hát ugye akik idézőjelben nélkülözhetőek, ez durván hangzik, de jobban meg lehet nézni, nyilván nem a Szentpétervári és Moszkvai középosztályt akarják ezzel mozgósítani, hanem azokat az embereket, akik mondjuk nélkülözhető helyen dolgoznak, vagy olyan helyen élnek, ahol mondjuk nem tűnik fel idézőjelben a hiányuk. Ez egy nagyon durva dolog kicsit George Orwellre emlékeztet, de ez azt jelenti, hogy Oroszország így akár több 10 millió katonát tud úgy mozgósítani, hogy folyamatosan tudja őket a frontra küldeni, és látjuk, hogy nem a cirkáló rakéták és a műholdak nyerik meg a csatákat, hanem a katonák, és az amerikaiak, az angol szászok mindig másokat küldenek maguk előtt. Ilyenek voltak a délvietnámiak, ilyenek voltak nem régen, mondjuk a pesmergák, vagy hát most az ukránok, és hát ugye tudjuk, hogy az utolsó ukránik, vagy akár az utolsó lengyelig is harcolhatnak. Tehát ez a digitális mozgósítás, aminek a híre elérkezett, ez egy olyan dolog, ami egy, egy ilyen orveli országot vetít előre, de hát ugye, hogyha tudnak mindig mozgósítani, akkor mindig lesz katonájuk, illetve hát hogyha fegyvergyártásukat is felpörgetik, akkor talán még fegyverük is lesz. Tehát Kínából nem is arra kell gondolni, hogy fegyvereket küldenek, hanem ennek a titkát. Nyilván az oroszok megátadják Iránnak annak a titkát, hogy hogyan lehet egy országot leválasztani a nyugati internetről, hogyan lehet például elszigetelni azokat, akik a YouTube-ot vagy más nyugati platformokat néznek, hogyan kell a saját platformjukat felépíteni. Ennyit a digitális mozgósításról. Még annyit szeretnék a világháború veszélyhez hozzátenni, hogy a héten ugye hallhattuk, hogy az oroszok reagáltak a miniszterelnöknek a pénteki rádió interjújára, ahol Orbán Viktor arról beszélt, hogy a nyugatiak esetleg békefenntartókat küldhetnek Ukrajnába, és hát ugye a orosz részről egy képviselő, illetve maga Medvegyev volt elnök, most a Biztonsági Tanács helyettes elnöke nyilatkozott, hogy amennyiben idézőjelben magyar békefenntartók vonulnának be Kárpátaljára, akkor az oroszok tárgyalnának. Nyilván erről szó sincsen, tehát ugye magyar, Magyarország kinyilatkozta, hogy semleges ebben a konfliktusban, illetve a NATO területén belül gondolkodik területvédelemről és a szövetségi kötelezettségek teljesítéséről. De miért kínálgatják az oroszok Kárpátalját, vagy miért telepítettek taktikai atomfegyvereket Belarusba? Ez is összefügg az ukrán offenzívával, ugyanis, hogyha az ukránok feltehetően támadni fognak valamikor az esős időszak után, akkor, hogyha egy támadó egységbe tudják összevonni a katonáikat, akkor nyilván sok katonát tudnak egy fronton összpontosítani. Az amerikaiak is azért voltak sikeresek Irakban, mert 200 kilométeren támadtak. Most ugye 1300 kilométeres a frontot, nyilván nem lehet mindenhol nagyon sok erővel jelen lenni. Tehát amennyiben az ukránok az sok katonájukat össze tudják vonni egy szűk frontszakaszon, akkor nyilván jobban tudják az oroszokat támadni. Viszont hogyha azzal kecsegtettek az, az oroszok, így belógatják, hogy ez Teszik a románoknak is, a lengyeleknek is, hogy Ukrajnát szét lehet osztani. Néha ilyen térképek megjelennek. Akkor ezzel például az ukránokat arra késztetik, hogy ezekre a területekre katonákat telepítsenek, és akiket mondjuk a lengyel határhoz, a román határhoz, a magyar határhoz telepítenek, vagy Belarus felé a taktikai atomfegyverek miatt, azokat nem tudják a támadásnál alkalmazni. Ez egy megosztó rossz taktika, nem érdemes erre nagyon figyelni, propaganda része, hogy megosszák az ukrán erőket. Tehát így, így is érdemes ezeket a híreket. Olvasni. A harmadik világháború veszélye tehát nem múlt el teljesen. Azt látjuk, hogy az ukránok támadásának sikerének függvényében eszkalálódhat a helyzet. Nyilván az oroszok nem engedik, hogy a Krímfélszigetet az ukránok elfoglalják. Az ukránok utalnak erre, bár lehet, hogy csak megtévesztési célnal. Zelenszky elnöknek abban igaza van, amikor azt mondta, hogy minden a Krímfélszigeten kezdődött, és ott is kell, hogy véget érjen. Ez azért fontos, mert ezzel ő nyilván azt fejezi ki, amivel az ukránok közvéleménykutatások szerint 85 százalékban egyetértenek, hogy a Krim félszigetet is vissza kell foglalniuk az oroszoktól. Tehát ilyen szempontból a, a, a Krim félsziget kritikus, nem csak szimbolikus jelentőségű, de az eszkalálódása a konfliktusnak azt jelenteti, hogy újabb országok lépnek be, az ugandai elnök fia nyilatkozta, hogy készek megvédeni Moszkvát például, ha, erre, ha ez szükséges lenne. De azt is látjuk, hogy Kína is azért egyre inkább nem csak szimbolikus segítséget nyújt az oroszoknak, például vagy Indiával együtt például az nszbt ben tartózkodnak, ez is például egy diplomáciai segítségnek minősül. Tehát miközben a harmadik világháború veszélye továbbra sem került le az asztalról, illetve azzal, hogy az amerikaiak ugye a hivatkozott hírek alapján egy sokkal nagyobb katonai költségvetésre készülnek, illetve Kína is elkezd erősen fegyverkezni, az ukrajnai tapasztalatok függvényében például a szovjet taktikáról át kell állniuk egy, egy modernebb taktikára, illetve hát az orosz fegyvereknél is meg kell gondolniuk, hogy mi az, amit tudnak használni, ezek után mi az, amit nem. Tehát ebben a környezetben nagyon fontos, hogy a Magyarországgyűlés elfogadott egy békepárti határozatot. Ez nem az első, már tavaly is volt egy békepárti határozat, azonban a mostani nál sokkal egyértelműbb a helyzet. Itt a Magyarország gyűlés kifejezte azt, amit már Magyarország kormánya és Orbán Viktor is többször elmondott és aláírt, hogy az agresszió nem megoldás, hogy Oroszország agressziót követett el, hogy Ukrajnának a területi szuverenitását figyelembe kell venni és tiszteletben kell tartani, tehát ez a 2014 előtti határokra vonatkozik, amelyeket a budapesti memorandumban ugye az országok garantáltak, tehát a, a, a krím elfoglalása előtti Ukrajnára kell gondolni, tehát Magyarország még egyszer hangsúlyozta azt, ami a nemzetközi jog szerint az ENSZ és az Európai Unió dokumentumai szerint is egy elfogadott nemzetközi álláspont. Tehát itt az országok elsőprő többsége, nagyjából 140 ország az, amely ezt a véleményt osztja köztük Magyarország is. Tehát ilyen szempontból Magyarországot vádolni, hogy, hogy orosz párti lenne, látszik, hogy badarság. A másik, ami viszont sokkal fontosabb, hogy Magyarország a béketárgyalásokra szólítja fel a feleket, tehát hogy ne harcoljanak, hanem hogy tárgyaljanak. Nyilván ezt nekik kell eldönteni, hogy, hogy milyen végül lesz ez a tárgyalás, hogy mire akarnak jutni, de az, hogy tárgyalniuk kell, Magyarország erre szorgalmazza őket, mint hogy a Vatikán is, vagy Henry Kissinger is tette ezt korábban. Tehát ilyen szempont a békepárti határozat nyilván nyolcadik pontja is nagyon fontos, ami felszólítja a magyar közszereplőket, politikai szereplőket, hogy tartózkodjanak a háborús uszítástól, és lehetőleg a béke mellett tegyék le a voksukat, erre biztassák azokat, akik hallgatnak rájuk. Ez főként az ellenzéki pártokra vonatkozik, amelyek nem szavazták meg ezt a határozatot. Tehát ilyen szempontból azt látjuk, hogy a guruló dollárok megtették a hatásukat, ahogy a migráció terén a külföldi, a brüsszeli álláspontot támogat a magyarok véleményével szemben, úgy most is azt látjuk, hogy szintén a brüsszeli, a háborúpárti álláspontot képviselik, és hát ezzel magukra húzták a háborúpárti jelzőt, ahogy egyébként a magatartásuk miatt, a szavazási magatartásuk miatt 2015 után ugyanúgy saját maguknak köszönhetően magukra húzták a migrációpárti, a, migráció a bevándorláspárti jelzőt. Tehát ez a lényege ennek a határozatnak, hogy újra kiderült, hogy mely pártok azok, amelyek a béke pártján állnak, és mely politikusok pártok, amelyek a háború pártján állnak. Tehát az elkövetkező időszakban ez alól nem fogják tudni kivonni magukat, szembe kell nézniük azzal, hogyha így szavaznak, ha így nyilatkoznak, és főként így szavaznak, akkor egyértelműen a háború párti táborba sorolhatóak. Zárásként beszéljünk egy kicsit a közvéleménykutatásokról. A század is múlt héten megjelentetett egy friss közvéleménykutatást. Ez azt mutatja, hogy a Fidesz az egy évvel ezelőtti országgyűlési választási eredményéhez képest stabilan tartja vezető szerepét. A Nézőpont Intézet frissen megjelent kutatása szerint erősödött is a Fidesz, akár háromnegyede lenne az országgyűlésben. Ez azt mutatja az előző részhez kapcsolódóan, hogy a magyar emberek többsége tovább is a békepártjánál látják, hogy ez a háborús veszély, akár világháborús veszély fennáll, az emberiség, ha nem vonja le a tanulságot a korábbi háborúkból, a korábbi konfliktusokból, akkor belesódródhat egy sokkal nagyobb konfliktusba, és ezért a Fidesz, mint békepárti erőt támogatja a többség alternatíva hiányában is, hiszen mi az alternatíva? A háború pártiság, akkor nyilván az emberek inkább a békét választják. Erről szólt a tavalyi választás is. Ugye minden választást egy kérdés dönt el. A 22-es választásnál már a Kunhalmi Ágnes, hogy mondta, az amerikai tanácsadók idejöttek, és mondták, hogy tolják a Putyint, szidják a Putyint. Ilyen szempontból a, a, kérdés nem az volt, amit már a guruló dollárral ide küldött amerikai tanácsadók sugalatára akartak, hogy Putyin vagy Európa, Magyarország Európa része, Nyugat-Európa, a nyugati integrációs rendszerek része vagyunk, hanem a fő kérdés és az volt, hogy háború vagy béke. És el, a magyar emberek elsőprő többsége, 3,3 millió ember azt mondta, hogy béke. Ez volt egyébként a nemzeti konzultációban is, amikor a háborús szankciókról kérdezték meg az embereket, ott is, hogy az első többség azok közül, akik válaszoltak legalábbis a szankciók ellen foglalt állást, ami szintén ugye a párbeszédre utal. Tehát ezért is fontos azt látni, hogy a magyarok többsége továbbra is a békét támogatja, és a békét megjelentő kormánypártokat. Látszik egyébként, hogy a baloldali elutasítottsága nagyon erős, ez a, a, protestpártok erős támogatottságából kiolvasható, hogy a kutyapárt, mint viccpárt ilyen erős tud lenni, a legtöbb kutatás szerint bejutna a parlamentbe, vagy a mi hazánk, amely a baloldali blokktól elhatárolja magát, ugye ez is azt mutatja, hogy a szavazók többsége nem kér a baloldalból, tovább gyengült a baloldal. Ennek az egyik jele egyébként, hogy olvassunk egy kicsit a sorok között, hogy a a Momentum párt bemutatta az európai parlamenti listáját, és még a 19-es választáson Cseh Katalin volt az első, és Donát Anna a második, úgy látszik, hogy nem bíznak már két mandátumban, és ezért Donát Annát, aki még múltkor a második volt, az első helyre rakták, tehát a kirakat arcukat nem merték a második helyen hagyni, mint ahol volt korábban, mert akkor lehet, hogy nem jut be az európai parlamentbe. Hát ilyen szempontból a Momentum párt úgy tűnik, hogy ezt a háborúpárti álláspontját beárazza, és tuti befutó helyre Donát annál teszi, csak a a második vagy bejut, vagy nem. A DK-nál is ugyanezt látjuk, hiába mondják egyes hozzájuk köthető intézetek, hogy akár 20%-on is áll a DK, azt látjuk, hogy csak három befutó helyet határoztak meg. Ugye Dobrev Klárát, aki eddig is ugye a listavezetőjük volt, Molnár Csabát, aki korábban is második volt, új szereplőként lépett be Vadai de a harmadik helyen neki is feltétlenül egy befutó Helyet akarnak biztosítani, hogy a többi hely az nem befutó helyezek szerint. Tehát ilyen szempontból azt látjuk, hogy minimum a kutyapárt és a mi hazánk, hogyha az előttünk álló egy évben még fent tudja tartani ezt a támogatottságát, főként a baloldaltól fog európai parlamenti mandátumokat elvinni. Ezt látjuk a baloldali pártok jelölt állításában, hogy hogyan próbálják a befutó embereiket jó helyre rakni. Hát a többieknek ugye, mint a kutyavacsorája vagy jut, vagy nem jut ön mandátum. Legalábbis azt látjuk, hogy most a magyarok többsége a békepártjánál is ezért a kormánypártokat támogatja, a baloldal meg megeheti, amit főzött, ha háború párti állásponton vannak, ami egyre népszerűtlenebb lesz, ezt nyugaton szankciós fáradtságnak hívjuk, akkor nálunk is ez a sors vár rájuk, mint Szanna Marinra, hogy lejjebb csúsznak, vagy kiesnek a politikából, vagy a politika élvonalából. Ezekről a témákról szerettem volna ezen a héten beszélni. Azt tanácsolom önöknek, mint mindig, hogy gondolkodjanak ezeken a témákon, olvassák vissza a témákat, keressenek újabb hírekre, gondolkodjanak, és maradjanak továbbra is jól értesült optimisták.